Akinek oltási igazolványa van, többféle lehetőséggel élhet. Igénybe veheti az éttermek szolgáltatásait, uszodát, könyvtárat, edzőtermet. Nézzük, a járókelők miként vélekednek erről, fontosak-e ezek a mindennapjaikban. Beoltatta magát? Igen, első körben, nagyon hamar. Megkapta az oltási igazolványt is? Így van, megkaptam, meg a... így van, megkaptam. Volt már alkalom arra, hogy szüksége volt az igazolásra? Még nem. Még nem volt rá szükség, de mindig nálam van, és itt oldom. És mennyire tervezi a közeljövőben, hogy él azokkal a lehetőségekkel, amelyekhez kell az oltási igazolvány? Tervezem, mert szeretnénk elmenni a férjemmel wellnessezni. Úgyhogy erre biztos, hogy szükség lesz rá. Önök betetszett oltatni magát? Nem. Nem? És nem. Mi a véleménye? Hát én nem tudom. De én keresztül estem ezen a betegségen, azért nem oltottak még. És most ugye nagyon sok helyre úgy lehet csak bemenni, hogyha van oltási igazolvány? Megvan nekem. Megvan az oltási igazolvány? Meg, sokszor meg, volt már rá szükség? Nem. Már én nem is igen jövök le. Csak ilyenkor, ha iskola van, nem arra vigyázok. Beoltatta-e már magát? Még nem. Tervezi? Igen. És mit jelent ez önnek? A szülei is ezt a példát mutatják? Igen. Önnek mi a vélemény az oltási igazolvánnyal kapcsolatban? Megvan már? Én tulajdonképpen átestem magán a betegségen, úgyhogy igen. Úgyhogy ezért is vagyunk itt nyaralni, mert hogy még a kártya időintervallumán belül vagyunk, úgyhogy igazából így még tudok vele akár ugye itt kikapcsolódni a hotelben. De hogy ugye kisbabát tervezünk, tehát igazából azt követőleg nem valószínű, hogy rögtön oltani szaladok. De akkor most hamar kihasználták a lehetőséget, ami adódott? Igen, tehát már csak azért is, mert hogy novemberben estünk át, és ugye a kártyánk szerint így a napokban fog lejárni, igazából úgy, hogy még próbáltunk élni a lehetőséggel, mert egyelőre befizetett út volt. Hiányzott, hogy elmenjenek így valahová, mint hogy most jönnek? Igen, nagyon hiányzott, hogy ne. Úgyhogy pláne ugye a kisbabánkkal, úgyhogy neki talán így ez az első ilyen nagyobb élmény és kikapcsolódás, úgyhogy igen, és örülünk neki, hogy itt lehetünk. Hogy beoltatták-e magukat, és fontos-e ez önnek? Igen, beoltottunk magunkat, már mind a kettő oltáson túl vagyunk, és nekem ez fontos. Családunknak, családomnak is fontos. Az oltási igazolványra szükség volt már valahol? Nem. Terveznek olyan programot, ahol szükséges lesz? Szerintem egyelőre nem. Egyelőre nem. Önnek mi a véleménye az oltással kapcsolatban? Éltek a lehetőséggel, beoltatták? Én annak a családban mindenki élt. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb, hogyha beoltassuk magunkat. Egyik lányom rendőr, a másik tanár, ő nekik meg eleve kellett, úgyhogy mi meg a szülők beoltattuk. Én még csak egyet kaptam amúgy, az asztal a zenekát, a nyáron kapom a másikat. Szükség volt már az oltási igazolványra? Hát ezt végül is nem tudom eldönteni, de jobb, ha van. Már úgy értem, hogy szükséges volt felmutatni valahol? Igen. Vendéglátónál kérték. És terveznek olyan programot, ahol még mindig szükség lesz majd rá? Hát ezt még nem tudjuk megmondani. Még várjuk a járvány lecsengését a végét, aztán azután. Hogy volt-e már szüksége az oltási igazolványra? Be kellett-e már mutatni? Nem. De megvan önnek, ugye? Hogyne, két oltáson túl vagyunk már egy hónapja. Tervez esetleg olyan programot, nyaralást, ahol szükség lehet az igazolványra? Nem, hát sajnos nem. Férjem súlyosan korlátozott mozgásában, úgyhogy nem tudunk menni. De így érezte biztonságosnak, ha megvan? Hát hogyne. Igen, örülünk, hogy megvan. Beoltattad már magadat? Én személyesen már igen. Az AstraZeneca-val talán pár hete. Pontosan nem emlékszem már. Ezt a példát mutatta a család is? Igen, a családom nagy része már szerencsére beoltatta magát, és hát örülök neki már, hogy
Remélem, hogy ez már segít, hogy ennek vége legyen, ennek a rend. Ez a fontos, hogy vége legyen, meg az is fontos, hogy lehessen menni az oltási igazolványjal a különböző helyekre? Hát én személy szerint inkább azért oltattam be magamat, hogy az oltási igazolásról bemehessek helyekre, de nagyon fontos akkor is beoltatni magadat, ha nem ez az ok. Önnek mennyire volt fontos az oltás beadása, beadatta már magát? Még nem, mert dolgozok, aztán még nem volt rajnom. De eljön az ideje, aztán majd meg lesz az is, persze. Hiányoznak azok a helyek, azok a lehetőségek, ahová oltásigazolvánnyal lehet most bemenni? Igen, persze. Van egy-két hely, már csak ugye kint a teraszon lehet. Úgyhogy, meg a Tesco-ba voltunk tegnap, úgyhogy kínai kaját nem ettünk ott be, hanem csak ott kint, elvitelre. Igen. Akkor ebből az következik, hogy minél előbb beoltatja magát? Igen, 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 persze. Mennyire volt önnek fontos, hogy beoltassa magát? Megvannak a védőoltások minden bizonnyal? Igen, egy védőoltásom van, és hát fontosnak tartottam persze, mert ez az elkerüli az ember a kórházat, meg a nagyobb bajt, bízunk benne. Szükség volt már arra, hogy az oltási igazolványt bemutassa valahol? Nincs rá szükségem, nem is lesz a jövőbe se. Tehát nem élek itthon, de igazából az oltási igazolvány nagyon jó, de akkor lenne igazán jó, hogyha nem különböztetné meg az embereket, nem lenne diszkriminatív jellegű. Tehát ha aki nem akarja magát oltatni, annak a számára biztosítana az állam korlátlan számú ingyenes tesztet bármikor elérhető ponton és helyeken. Mert a jelenlegi tesztelési lehetőségek azok a magyar családok számára iszonyatos terhet jelentenek. Tehát egy személy hévízzel legközelebb 19.500 forintért tud teszthez jutni. Ezt rendkívül méltánytalannak tartom, és jó lenne ezen változtatni. Tehát aki nem akar oltást, illetve nem akar oltásigazolványt, azt ne érje semmiféle hátrányos megkülönböztetés, de cserébe bármikor, bárhol ingyenes teszthez tudja jutni.